Hello mindenkinek, Máté vagyok, és ez a Space Engineers hajóépítésünknek a harmadik videója. Ugye korábban elkezdtük már ezt a nagyméretű hajót, és legutóbb részben addig jutottunk, hogy befejeztük ezt a Oxygen Farmnak a szerkezetét, valamint kicsit haladtunk a hajó dekorációjában. A két videó között ugye előzőleg volt, hogy itt ez a hajtunk, amire rejtettünk, itt voltak gondok. Azt pótoltam, és a két videó között kicsit elkezdtem foglalkozni a hajónak itt a dekorációjában. Ezt láthatjátok itt ennek a két kis pufinak a formájában, valamint ez a egyszerű kis sáv. Ez azért nem került be a videóba, ugyanis csak ezekkel a kis villogó dolgokkal közel egy órát foglalkoztam, hogy tényleg úgy nézzenek ki, hogy én akarjam, működjenek és illeszkedjenek az egész hajóhoz. Szerintem egyébként úgy nagyjából sikerült és viszonylag dizájnos lett. Valamint itt fönt van ez a nagyon egyszerű szerkezet, szóval dekoráció. Egy ilyen szimpla rács van ráillesztve a falra, amit ugye egyébként nem tudnánk lejáratni, ezért egy ilyen lapos kis lejtő van, valamint utána körbe van rakva ezekkel a kis pici sarkokkal mind a két oldalról is ennyi. Arra nagyon jól működik, hogy megtörje a hajónak ezt a nagy csíklapját, és esetleg ilyen ebből a pubból majd a hátrét még fogok együtt építeni, és akkor ez úgy viszonylag jól néz ki. Ezek majd még később eldönnek, hogy milyen színek lesznek, hogy villognak, nem villognak, milyen erősen villognak, milyen sűrűn egyedek. Az már lényegtelen, de igazából ezt volt kedvem egy kicsit csinálni, és ezért gyorsan összedobtam egy ilyet. Először elkezdtem belőle egy videót csinálni, de rájöttem volna, hogy gyakorlatilag csak abból lett volna három videónyi anyag, hogy én azt a hebrákolom, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy ezt talán most akkor kihagyom. Szerintem ti is jobban jártatok. No, és akkor itt ez gyorsan be is fejezem ezt a részt. Ugye ezen kívül még annyi történt, hogy itt kívülre erre a hidrogénhajtóműre tettem egy ilyen burkolatot, ez mind a két oldalt van. Valamint minden oldalon behúztam az ilyen nagyobb falakat, amik vannak. Például azt a fönt, meg a belül is, amire maga ez a dekorációra került. Ez annyi szín, tehát tényleg ez csak azért, hogy időspóroljak az egészben. Viszont úgy terveztem, hogy a mai részben most nem ezzel a két oldalsó dologgal foglalkozunk, hanem elsősorban magát itt a zsilipeket szeretném most már tényleg létrehozni, valamint azoknak a oxigéntartályba való bekötését és egyebeket. Bár mondjuk az kicsit talán lehet, hogy korai lenne. A másik opció, amit terveztem, az az, hogy akkor viszont befejezzük ezt a fönti részt mégis, mert ugye jól tudom, hogy az előbb mondtam, hogy nem fogom, de rájöttem, hogy inkább legyünk kész egy-egy résszel kompletten, és utána vágjunk bele új, hát úgymond új projektekbe a hajón belül. Ez most nagyjából annyiból fog korálni, hogy ezeket szépen lefalazzuk, hogy minden illeszkedjen. Ugye itt ez a kitolórendszer miatt ilyen kis blokkok vannak, mi ez próbálás biztos ajtó. Ezért azt a részt így egy az egybe szeretném én lehetőség szerint lefalazni, hogy később ebből nem legyen problémánk. Vagy azt nézzük, hogy valahol szökik a levegő, de egyszerűen nem találjuk meg sehogy. Itt fogom is ezt a komplet orr részt így a... Ne? Ez majd a talpaknak lesz a helye. De például az is egy olyan része, ahol nagyon szépen át tud szökni az összes oxigén, amit betároltunk. Nem tudom, ez a tartály, ez oxigénmentes záródást biztosít-e. Ja, majd nézzétek, elkezdett megtelni az oxigén, vagy a hidrogén tartályaink. Igen, szép lassan telik meg a tartály, és jól van. Akkor úgy, ahogy haladunk. Ezek között viszont szerintem itt valószínűleg hát ha ezt valaki tudja, akkor az írja meg kommentbe, és akkor majd ezt javítom, de én itt most nem bízok a tartályok szigetelő képességében. Nem biztos, hogy ide meg ide is rakunk ilyet, és ezt így szépen behúzzuk. Ez egyébként jól lenne tudni, hogy melyik blokk az, amelyik légmentes ezzel, és melyik, ami nem. Szerintem, ha
teljesen ötödbe körbe van építve a tartály, akkor az légmentes zárásnak számít, de ezt igazából egy teszttel kideríthetném, ezt majd lehet, hogy két videó között meg is csinálom, de az nem most lesz. Viszont mivel hogy azt ott körbeépítettem rendesen, elméletében erre nincsen szükség. Valent. Akkor a következő, hogy itt a tetőt valahogy meg akarjuk csinálni. Még szerintem egy darab ilyen hidrogén, nem egy darab, de most nem hidrogén hajtművet teszünk. Mert ugye a légkörben az annyira nem fontos, csak az űrben a lefelé való mozgás. Úgyhogy ide teszünk egy pár ilyen hajtóművet. Rásegítés jelent. Mondjuk ezeket jobban is besélyeztem, ezeket jobban besélyeztem. Ne álljanak ennyire ki a hajó szerkezetében. Ez nem jó, hanem arra teszünk egy blokkot és arról fogjuk. Így nagyon szép. Egy jó tanács, a hajtóműveket nem mindig érdemes közvetlenül egymás mellé építeni. Ugyanis ez elsősorban egyébként megint csak harci hajóknál számít nagyon, de a hajtóművek viszonylag nagy robbanás produkálnak, amikor megsemmisülnek. Tehát maguk körül lévő blokkokat sebzik. És ha például egy ilyen komolyabb hajtómű gondolát így eltalálnak a hajótokon, ahol ugye nagyobb mennyiség hajtó van egybe, akkor egy hatalmas nagy robbanás tud bekövetkezni. És ez általában azonnal ki tudja nyírni az egész hajót, ahelyett, hogy viszonylag kényelmesen tovább tudnátok repülni egy-egy hajtómű nélkül is. Jó, itt megint lesz egy ilyen nagyobb egybefelület, ez két dologban lesz majd kihasználva. Egyrészt ugye itt lesznek majd az a előző videóban említett egy-két védelmi felület, amit el fogunk helyezni, ennek majd azoknak majd a kábelezését megoldom. Hát ugye ez úgyis az ilyen gépház terület, úgyhogy igazából ott a szabadon föl alá elhelyezett csövek azok annyira nem is problémásak, viszont itt ezek a blokkok azok. Így. Jó, és akkor például annyi lesz, hogy mondjuk itt ugye lent van egy ha jól emlékszem, akkor itt lent van, pont megvan a kargó konténerünk, tökéletes. Szóval akkor mondjuk itt annyit csinálunk, hogy nem az. Ez az itt így felhúzunk egy ilyet, ezt kivágjuk a tetőt. És ide majd mehet is egy a tetejére egy géppuskatorony. Hát akkor ezt el is helyezem, addig is hadd üzemeljen. Ezek mellé ugye 3x3-as területen nem lehet építeni, ezért ezeket viszonylag nehéz úgy elhelyezni, hogy jól védett helyen legyenek. Valamint amire nagyon kell figyelni, hogy ezek általában nem annyira figyelik, hogy hova lőnek, tehát ha például egy-egy kisebb alkatrész belóg a célpont és közé, akkor ő azt különösebb probléma nélkül a saját hajó alkatrészét is ugyanúgy le fogja lőni. Ez igazából nem tudom mennyire bug vagy nem bug, de a lényeg, hogy ez benne van a játékban, úgyhogy erre figyelni kell. Egy ilyet tudunk körülépíteni, ugye lefelé amúgy sem nagyon kell, hogy lőjön, és igazából valamilyen szinten az alapja meg van védve. És ez egy jelzés is nekünk, hogy ezen a területen belül ne legyen akarjuk építkezni. Mondjuk ezt még majd dekorációs szempontból lehet, hogy később érde. Ilyen elnyújtott blokkokra lecserélem, vagy hasonló, és akkor úgy néz ki, mintha jobban illeszkedne a hajónak a síkjába. De ez már mind ilyen csaprós, amely például ezeket az éleket is majd le kell vagdosni. Na de most viszont haladjunk tovább. De megint a teljes blokk kell, és akkor ezeket itt szépen befejezzük. Így. Ha minden jól megy egyébként, ez a hajó olyan lesz, ami Survivorben teljes mértékben üzemképes. Ezt nem tudom még, hogy pontosan hogy is fogom tesztelni, vagy egyáltalán tesztelni fogom-e. De ha igen, akkor arról mindenképpen majd láthatok valamiféle visszajelzést részemről. Hogy ez a teszt megtörtént, és mi lett a végeredménye.
de én bízom benne, hogy sikerül, hogy megépítenem, hogy alkalmas legyen a survival-es használatra is. Ugye többek között azért kábelezek be mindent, hiszen ha csupán kreatívra tervezném a hajót, akkor egyszerűen mindent feraknék valahova, egy-egy kábelt vagy ilyesmit elhelyeznék például a hidrogénhajtóműnek, de egyébként pedig mindenféle összekötés nélkül például a töretek ugyanúgy üzemképesek maradnának. Jó, azt itt szépen kötötögettük. Itt ez már a hátsó falrész, meg a hangár. És akkor itt kell még egy légmentes szigetelés, valamint ide majd egy zsírit. Az a légmentes szigetelés dolog, az pedig itt kell kinézni, hogy ezt szintén megfogjuk és körbeépítjük. Itt nagyon fontos, hogy hátul is beépítsem. Ugyanis ugye itt úgy terveztem, hogy itt hátul, de már ne jusson ki semmi probléma. Tehát ott a hidrogéntartály mögötti terület az nem oxigénmentes zóna. Jól van. Szerintem ez sikerült is, megoldanom. Gyorsan ránézek. Én szerencsé, hogy a hidrogénhajtóműk mellé be lehet jönni és kicsit körbenézni őket, hogy hogy sikerült a rendbe rakni, de ez így egész jó. Ezeket a hajtóműveknek egyébként majd egy-egy ilyen kis peremet szerintem fogok adni. Mondjuk ide rakunk egy ilyet. Egy ilyet, és akkor ezen egész szépen beburkolja, bár mondjuk megint csak ez nem egy harci helyzet, tehát ha minden jól megy, akkor erre nem lesz szüksége, ez megint csak dekorációs elem. Azért én szeretek az ilyesmikkel foglalkozni, ezért ha egy-egy kisebb kis összetűzésbe keveredünk, akkor ne legyen az, hogy az ember úgy tervezték ahelyett, hogy hát az úgyse harci helyzet lesz, akkor emiatt nagy hátrányba kerüljünk a másik féllel szemben. Jó, akkor gyorsan elkezdem a hangárt kialakítani, ugyanis szerintem itt az oldalsó zónákkal igazából kész vagyunk. Még talán annyit csinálhatok, hogy ide elfér egy turret, ám nem engedi. Ide vagy valamilyen féle védelmi rendszert mindenképpen fog elhelyezni, ugyanis hát ugye van egy elég nagy holtere az összes turretnek, ez a belső rész. Most vagy itt lesznek ilyen pici kis tornyok oldalt, ezt mondjuk alapvetően hajók ellen nem túl sokat ér, de hát azért mégis lövedék ő célozhatja, mert ott ne célozza. Nagy hajót ez teljesen fölöslegesen lövi állomást is. Ez a Naturalize, tehát minden, ezt ajánlott, hogy minden célpontnál kapcsoljátok ki, ugyanis nagyon zavaró tud lenni, hogyha például leraktak egy új hajót valaki, mondjuk letöltötök a dorsokból egy hajót, de másoljátok emel és egyszer csak azt veszitek észre, hogy elkezd időrni valamelyik töretetek, az nagyon kellemetlen. Jó. Ugye most azért patintottam mindenre kétszer, ugyanis először elkezdtem csak ennek a kis toronynak a bekonfigurálását, a másikat kihagytam belőle és utána jöttem rá, hogy mind a kettőnek ugyanez a beállítás kell. Ezért ilyenkor igazából annyi a lényeg, hogyha kijelöltek mind a kettőt, akkor valamelyiknek a beállításait látjátok, és nem állítja automatikusan utána a másikat. És ilyenkor duplán rákattintatok mind a kettőt, minden funkcióra végig, és akkor ugyanaz lesz a beállítása mindegyiknek. No. Közben haladok, reményeim szerint. Itt majd ezt később, és akkor kezdjük el magát a hangárt összerakni. Itt először is ugye ezeket a szép nagy hatalmas palakat itt felhúzom. Így, nagyon jó. Haladunk. Valamint a plafont is. Ide majd szeretnék egy ilyesmi rendszert, hogy így a hídról lefelé nézve oda lehessen, tehát rá lehessen látni a hangár egy-egy részleteire. Ezekre már nincsen szükségünk. De ez majd későbbiekben, amikor már a híd részét építem a hajónak, akkor fogok vele foglalkozni. Valamint amit ide minden szerintben szeretnék, ugye ez a hajó, mint már korábban említettem, légkörben is fog dolgozni. Valamint ilyen gyakorlatilag rovereket is fog szállítani, vagy tehát azokkal is tudok dolgozni, ami
a földön dolgozó járművek, ezért szeretnénk majd egy amolyan liftet csinálni az aljára, amit egyszerűen leengedünk, és akkor ott ki tudnak menni a mi kis hajóink, vagy autóink, vagy robotjaink, vagy bármi. Egyébként szerintem ide el fogok tudni helyezni egy nagy méretű tornyot, ami... Aha. Jó, ez itt így mondjuk jó lesz. Ide elhelyezünk egy ilyen tornyot, és ha esetleg valami olyan hajó akarna bejönni a mi hajónkba, amit mi nem akarunk, akkor ez... Hát nem egy komoly visszatartó erő, de azért valamilyen károkat tud neki okozni. Ezt majd a később évben be kell kötnöm valahogy. Vélhetően innen lesz elhozva a kábel valamilyen úton. Ugye. Ezt megszakítjuk és majd átkábelezzük, sőt ezt meg is csinálom, és megcsináltam. Jó, a konvejor. Hát ő most akkor két oldalról kapja azért ellátást, legalább akkor ezen keresztül egyben meg is van adva az a problémánk, hogy a mind a két oldali tároló eszközök, hát egy tároló ládáinkból eljusson egymásba is az anyag, ugye eddig ketté voltak vágva, és akkor mostantól együtt dolgozik egy rendszerként a kettő. Jó, és akkor őt még gyorsan beállítjuk, hogy nehogy valamit elkezdjen lőni, amit mi nem szeretnénk. Meteorok mehetnek, kis hajók mehetnek, nagy hajók hiába lövi. Karakter, az lőheti állomást nem lője. És a semleges ellenfeleket se, további rendszer pedig használja. A range-ét pedig beállítjuk. Hát jó az 600, sőt nem is kell annyi. Ugye ő itt elsősorban a bejáratot védő, úgyhogy neki ez a 200 méter az bőségesen elég lesz. Jó, és akkor be is megírom, hogy kapu. Hangár kapu géppuska. Hopsz, valamit hát eltűntettem rajta. Nem akarjuk látni a hádunkon. Gyönyörű. Jól van, haladunk. Ugye a... Mit előtte elfelejtettem megcsinálni. Nem játékosok, beállítások. Játék. Sikló. Ugye, amit előtte elfelejtettem említeni, hogy a hangárnak a padlója az fontos, hogy nehéz acélból legyen. Legalábbis azok a részek, ahol a hajók maguk landolni és parkolni fognak. Ugyanis különben a hajtműveikkel egyszerűen kiolvasztanák magát a anyagot, és ezzel komoly károkat tudnának okozni. Itt elől lesz egy ilyen nagyobb zóna, ez gyorsan egy csíkfestékkel meg is jelölöm, mondjuk. Ezt a nagyon szép sárga szint kiválasztjuk. Mondjuk mennyi legyen itt. 1, 2, 3, 4, 5. Nem mondjuk ez így látványra egész jól tűnik. Így, és akkor ez a zóna lesz az ilyen... Hát ahol be tud jönni a hajó, tud forgolódni esetleg. Megkereste hely, szóval itt nem lesz semmiféle leszálló terület, hanem ott lesz egy nagyobb szabad tér. És akkor ettől hátrafelé lesznek a landoló zónák. Ugye középen hagyunk egy 5 széles sávot, legyen 6. És akkor így szépen itt majd amíg leszünk, itt lesz egy ilyen hangárszerűségünk. Ezen belül mondjuk mekkora helyeken lesznek a hajó, de ez már mindig majd attól függ, hogy milyen és hány hajót fogunk elhelyezni. Úgy fogjuk ezeket beállítani a területeket. Például az is lehet, hogy ezt az egész hátsó részt itt átadjuk egy ilyen nagyobb méretű hajónak, meg lesz benne egy kicsi, vagy lehet, hogy lesz benne hat kicsi, vagy nem tudom, ez még majd kialakul. Ami nagyon fontos lesz, ugye, hogy minden egyes beálláshoz kell csinálni egy-egy összekötőt, valamint egy dokkolóblokk, tehát egy ilyen dokkolóblokkot, amitnél fogva konkrétan a hajó részére tudjuk tenni, tehát ez a angolul merge block néven fut, magyarul nem tudom, hogy hogy van. Összekapcsoló blokk a neve. Ugyanis azzal sokkal stabilabban tudjuk rögzíteni a hajóinkat, mint bármi mással. Na viszont egyelőre még nem tartunk ott, hogy ilyenekkel foglalkozunk, hanem magának a hangárnak ugye a formáját kéne kialakítani. Ja, nem állítottam át a csíklapra, mert nem mentettem. Jó,
nem is gond igazából. Jó, ez megint az a rész, amit majd később át fogunk faragni, de most inkább elhelyezem. Hátul még... még egy kicsit hosszabbítok rajta. Ugyanis... ugye hátulra szeretnék hajtóműveket elhelyezni. Ide már nem lesz hidrogén hajtóm, ugyanis a kábelezéset nagyon hosszan kéne végighozni a hajó alatt. És ahhoz most annyira nincsen affinitásom. Viszont ilyen hajtóművekből egy párat így le tudok dobálni. Valamint ez egy feleségtől lesz. Hát itt szépen felváltva, és akkor nem olyan, nem olyan egysíkú a hajó. Jó. Igen, ez a tükrözés miatt már nem kérem. Se, akkor lesz középen egy darab elfektetve, és rá egy másik. Nagyon jó. Amit még mindenképpen elhelyezek a hajóban, az egy jump dry, amit ugyan is találok. Persze, de való. Én ezt általában szeretem úgy elhelyezni, hogy kívülről látszan a hajón, hogy ott van benne. Ugyanis, hát nem tudom, viszonylag jól néz ki, és hasznos. Tehát jó, nem azt mondom, hogy hasznos, hogy látszik, hanem maga az eszköz hasznos. Csak tényleg a hajó kinézetéhez nagyon sokat hozzá tud adni, hogy látszik rajta. Legalábbis szerintem ezzel én így értem. Most így belegondoltam, hogy ez... hogy ide megy. Nem, a jump drive-ot majd előre rakom a hajó elejébe. Valamint ezeket a hajtóműveket is úgy előre leszerelem innen. Egy ilyen könnyebb mozdulattal. És akkor a hangárt ezt ekkora méretben be is fejezzük. Akkor a hangár mögött lesz egy pici kis gépész részlet. Igen. Oda viszont már nem kell ilyen kapu, hanem teljesen szép le. Azon gondolkozom, hogy a hajónak itt a hátulja az legyen benne két ilyen kisebb kis egység, vagy pedig így szépen egy ilyen hívben összehúzzam, melyik az, amelyik jobban néznek. Mondjuk akkor már gyakorlatilag elérik azt a szintet, mintha ez lenne a hajó eleje, hogyha így összehúzom. Ugye most az a hajónk eleje. Ez kicsit ilyen furcsa. Bár amúgy igazából megcsinálhatjuk azt is, hogy a másik legyen a hajó eleje. Az a fele, és akkor ilyen... hát a végül is tolóerőben annyira nem állnak rosszul. Ezeket innen levehetem szerencsőre. Jó, rendben, akkor a másik lesz a hajó eleje. Hát ugye, az elején említettem, hogy menet közben alakul, hogy mit, hogy is szeretne az ember. Max egy picit hasonlít majd a terveire. Hát nekem ez a hajó annyiba fog a terveimre hasonlítani, hogy két ilyen villaszerű ága van, csak éppen a hátulján, nem az elején. Tehát, ez van. Szerencsé az, hogy melyik az alja, melyik a tetej, az fix, mert itt legalább a hidrogén hajtóművekkel jól állunk. Viszont akkor még mielőtt ezt befejezném, gyorsan megnézem, jó, hát előrefelé álló hajtóművek van elég, viszont akkor ezt meg kell fordítani. A kérdés, hogy ez, nem ez itt leégetni ugyanazt a hajtóművet, ez nem jó. Mert csak így ugyanígy elhelyezem, úgyhogy áthelyezzük mondjuk ide. És ezt a részt pedig itt szépen feltöltjük. Na,
viszont akkor most már tudjuk, ez lesz a hajóvárnak az eleje. Így akkor most már úgy építem, hogy egy picit még ráhúzok. Ezzel valószínűleg sokat, sőt, mire sokat, hogy ezt át is mellett nincsen. Mondjuk egy ilyen ezért nem kell ezt a lelkinek ezzel összépíteni. Most akkor így ez lesz a hajónk eleje. A híd az továbbra is fönt fog maradni. Viszont akkor lehet, hogy ide is teszünk egy hangjárajtót, és akkor ilyen átjárás lesz az egészen. Az mennyire jó nekünk. Nem, az nem jó, mert ide előre mindenképpen ide is fog kellene egy leszállótart, ugye ide csak hátul legyen kettő. Igen, valamint a hajtóműveket még ide egy-kettőt el kell helyezni. Ja, meg hát a jump engine-eket akkor viszont hátra visszük. Én ezt nem tudom, valamilyen egy ilyen szokásom, hogy nekem ez mindig a hajó hátuljában van. Ez most kicsit megfordul, de nem probléma. Akkor is a hátuljában teszem. Hol látszanak nekem? Hát akkor ennyit a szokásaimról egyelőre. Hogy az oldalába ide beleépítjük valahova. Az egy egész jó opció. Akkor ez a cucc. Tudnak meg cucc. 3x3x2-es. Nagyon bízom benne, hogy oda el fogunk férni, de egy elfentekkel, viszont akkor már ezekbe itt belőle. Aha, én most visszaálltam ezt a siklapos témát, és szimpla sorba. Hát akkor picit itt megnyessük a dekorációnkat. A padlónkat. Na, már is akkor, amit gondoltam. Szépen visszaépítem. Dekorációt is vissza kell rakni. Egyébként attól függetlenül, hogy itt rajta maradhatna. Ha nem más lenne vele a tervem. Pedig. Szépen lefedjük azért annyira, hogy csak a... ez a kis pöt látszom belőle. Talán ez. Ez egészen másra való. Hát ezt akkor nem tudom megoldani úgy, ahogy szerettem volna. Szépen azt hiszem, ez megint egy olyan dolog lesz, mert túl sok időt fogok elszeszelni. Tegyünk rá egy hideglapot. Az ők ezt nagyon lefedi. Nézzük meg egy rácsa. Ez így jó szerintem. Egy kicsit illeszkedik is így az egészhez. Ez így nem olyan rossz. Majd lehet, hogy ezen még módosítgatni fogok, azt észre fogjátok venni, meg úgy fogok szólni. Viszont itt ezt meg szeretném mindenképpen befejezni most. Na, ugye azt már tudjuk akkor, hogy itt ideig lesz ez a fajta.
rajta. Köszönöm. Még egy faja. Rendben, és akkor itt lesz egy ilyen nagy beltéri falunk, ami... amit nem beltéri, nem ezzel fog gyertve. Ugyanis ez belül vagy egyik oldalról a hangárnak a fal, ami nem annyira illeszkedik ahhoz a dologhoz, meg a beltéri falak azok ilyen nagy, egyben nagy felületen nagyon rondán néznek. Jó, nem mintha ez nem nézne ki rondán, de ezen még lehet javítani azonnal. Jó, a plafon az megint attól fog függni, hogy éppen... hoppá, ez ide belebegett és emiatt nem tudtam beépíteni. Jó. Tehát a plafon az attól függően lesz majd, hogy lehet, hogy például ide egy nagyobb hajót tervezünk, akkor annak lesz egy ilyen kis kupolája belülről, vagy valami hasonló. Ezt majd ismételten kialakítjuk, viszont ezt akkor innen elveszem. Akkor itt lesz az orrában lent a hajónak egy ilyen kisméretű mérnöki részleg, ugye a landolótalpnak, valamint ennek a pár hajtóműnek, és e fölött lesz itt a felső szinten továbbra is a kapitány, ment egy a híd, és itt hátrafelé az ilyen lakóterület. Lesznek a cryochamberök, meg a orvos részleg, meg a hasonló szépen sorba. Az igazából elsősorban dekorációs szempontokkal szempontjai vannak annak, de hát arra is szükség van. Valamint az átjárást innen föntről lefelé meg kell oldani valahogy. Az lehet, hogy úgy fog megtörténni, hogy itt lesz egy ilyen kis lépcsőház per lift valami. Jó, mondjuk, hogy liftéken ilyen szerepekkel az egész tisztelnök fel, egész jó lenne. Mindegy ez most szerintem. Majd ezt még kitalálom, hogy hogyan is lesz pontosan. A következő videó előtt szerintem ezeket az én apró kis dekorációs dolgokat én el fogom intézni, mert az annyira nem érdekes, és az úgyis mindenkinek olyan, amit saját ízlése alapján akar csinálni. Majd ha nem is úgy akarja, úgy fogja. Igen, viszont ez gömbgravitáció, az nem kell egyelőre. Azt is kihasználhatnánk. Hú. Tetszik. Hát akkor... egyelőre így elmúlt. Ez ha jó formája lenne a dolognak. Akkor ez a videó ennyi lett volna mára. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, írjátok egy kommentet, iratkozzatok fel. És nem sokára jövök a következő résszel, és akkor befejezzük, vagy legalábbis, hát nem fogjuk befejezni, szóval tovább haladunk ezzel a hajóval. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!